Hölgyeim és uraim, nagy örömmel köszöntök mindenkit. Nem az első alkalom, hogy Hankis elemére emlékezünk, illetve az ő művét próbáljuk meg újra gondolni és talán folytatni valahogyan. Elemér nagyon nagy hatása volt, és ezt kell mondjam, nem csak Magyarországon, de nem érte el azt a hatást, amit tényleg megérdemelt volna sok szempontból úttört gondolkodása, és ezen szeretnék egy kicsit segíteni. Itthon is, de még inkább Európáról, egy külföldi világban, nem olyan világban. Szeretném megkérni a polgármester urat, akinek az egész városnak, az általa képviselt városnak nagyon sokat köszönhetünk, és ezt mindig élik elmondani, hogy befogadott minket ez a város egy olyan pillanatban, amikor gyakorlatilag máshol ez a fajta gondolkodás, ami elemét is jellemezte, és remélem, hogy minket is, a nyomdokaiban haladókat, nem igazán fogadtak be. Kőszeg városnak az első perctől fogva tetszett ez a szellemiség, annyira magát iskolavárosnak tartja, és ez nekem nagyon, nagyon fontos, mindig elmondom, nagyon fontosnak tartom, egy több száz éves hagyomány, hogy Hankis Elemér az első könyvét, ami milyen filozófiai magaslatokban volt már, az emberi kalandot, azt itt mutatta úgy be, hogy a filozófusoknak egy köre, akik még mindig fiatalok, de akkor nagyon fiatalok voltak, és Sümeg István és sokan mások, az Európa házban ültek és jegyzetelték, Elemér fejezetről fejezetre foglalta össze napokon keresztül. 1994-ben. Erről vannak fotók. Úgyhogy kőszegé az érdem, hogy itt vagyunk nagy részt, és polgármesternek átadnám a szót egy rövid bevezető meghallgatására. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindnyájukat. A Felsőfogó Tanulmányok Intézete Hankis központja által szervezett konferencián, és igen nagy öröm számomra, hogy kicsinke városunkban ilyen sokan ellátogattak a konferencia okán. Azt is el kell mondanom, ugyancsak nagy büszkeség töltött el, amikor tanulmányoztam a programját a konferenciának, hogy milyen széles annak a tudománynak a spektruma, amelynek a résztvevői eljöttek, és milyen neves előadók fognak itt a két napban előadni, illetve próbálják meg válaszolni azokat a ránk hagyott kérdéseket, amelyek foglalkoztatnak bennünket, illetve Elemért is foglalkoztatta. Én biztos vagyok benne, hölgyeim és uraim, hogy Hankis Elemér, ha látná a konferencia programját, akkor maga szerény módján rettentően örülne, és büszke lenne arra, hogy az általa elvetett gondolatmorzsák megtapadtak, és növekedésnek indultak. Ugyancsak örülni annak, hogy a ránk hagyott kérdésére mindenki a maga módján keresi a válaszokat. Aki ismerte, és itt sokan ismerték, tudja, hogy életének meghatározó momentuma volt a kíváncsiság. Kérdezett és rácsodálkozott a világra, nyitott szemmel járt és meghallgatott másokat. Játékos ember volt, ahogy emlegetik, egy eleven vibráló mester, aki természetes egyszerűséggel szólt mindannyiunkhoz. Én, hölgyeim és uraim, szerencsésnek érzem magam, hogy személyesen megismerhettem őt néhány évvel ezelőtt. Lénye azonnal megfogott engem. Minden szavában, mozdulatában könnyedséget, közvetlenséget éreztem, tehát ember közelinek éreztem, és azt mondhatom, hogy ebben az embertelen világban ez nagy dolog manapság, és ezért számomra sokat jelentett. Rendkívül közvetlen és szeretnivaló volt Elemér, de nyilván ezt önök sokan jobban tudják nálam is, akik jobban ismerték. Amikor én megismerkedtem vele és beszélgettünk, úgy éreztem, mintha már régóta ismernék egymást. Talán ez volt a legfontosabb a lényében, hogy könnyen megnyíltak neki az emberek, így én is. Mindenkivel tudott beszélgetni, legyen az az utcaegyszerű embere, vagy éppen egy amerikai professzor. Aki ismerte, az tudja, hogy beszélgetések során ő volt az, aki úgy kérdezett, hogy róla kérdezni már nem maradt idő. Egyszerűen a rendelkezésre álló idő elfogyott. Hálásak lehetünk neki, mert nagy tisztelettel volt városunk, Kőszeg városa iránt, sokat tett Kőszegért. Remélem, hogy méltó módon tudjuk, fogjuk majd ápolni hagyatékát a jövőben. Neki köszönhető, hogy több mint 20 évvel ezelőtt elkezdődhetett Kőszegen a nyári egyetemek sorozata, és tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy megalapozta ez már a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének a létrejöttét is. Hölgyeim és uraim,
rágondolva és körbenézve a teremben, azt hiszem, hogy megállapítható, hogy Elemér teljesítette küldetését. Felébresztette, vagy éppen megerősítette a mi és az utánunk jövő generációban a kíváncsiságot, és a gondolkodást, a megismerés iránti vágyat, és a felfedezés élményét. Övessük őt az útján, és járjunk mi is nyitott szemmel a világban. Legyünk kérdező emberek, beszélgessünk másokkal, ismerjük meg a világot, amiben élünk. Ne hagyjuk kihújni magunkban a gyermeki kíváncsiság lángját. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy idézzem Elemérnek talán a leginkább ismert idézetét, illetve hát véleményét önmagáról. Így szól, igen, tévelygek, keresem azt, ami új, amit még homály fed, ami fontos lehet, ami még élő, ami több, mint a ma adott és ismert. Igen, tévelygek, kalandozom, vagy akár csellengek. Játszom. Nem hiszem, nem vagyok elég gőgös ahhoz, hogy azt higgyem, megtaláltam az igazságot. És nem szorongok annyira, hogy görcsösen belekapaszkodjam, belecsimpaszkodjam abba a biztosnak remélt fogantyúba, amelyet egyszer már megragadtam. Így szólt az idézet, hölgyem és uraim, én azt kívánom önöknek, hogy Hankis Elemér gondolatmenetét követve a konferencián ne kapaszkodjanak a biztosnak hit fogantyúba, hanem tévelyegjenek, kalandozzanak és keressék az újat. Köszeg polgármestereként pedig azt kívánom még önöknek, és kérem is egyúttal, hogy ismerjék meg a várost, mint ahogy Elemér is megismerte. Köszeg városa szeretettel van mindig a videlátogatók iránt, akik érdeklődéssel jönnek a városba, és biztos vagyok benne, ha így tesznek, akkor önök is úgy járnak, mint Hankis Elemér, hogy meg is szeretik Kőszeg városát, és bízom benne, hogy a szívük csücskében marad, és a jövőben is ellátogatnak ide hozzánk. Ebben a reményben kívánok önöknek nagyon eredményes konferenciát és kellemes itt tartózkodást Kőszegen. Köszönöm a figyelmüket! Vezessen önöket abba a műhelyre, kicsit rendhagyó konferencia nyitányként, amiben éltünk, és amiben már régen, 20 éve, 15 éve, 10 éve sok mindent megfogalmaztunk, ami akkor nem tudott megvalósulni. Tehát a munkánkat, az életünket, Elemérét is rengeteg újrakezdés jellemzi, találjuk ki újra, kezdjük el újra. Az egyik kiváló barátunk, aki Elemérnek is nagyon jó és régi barátja volt, Vitányi Iván, otthon kellett maradni, de elküldte a szövegét, hogy engedjék meg, hogy ennek egy rövid változatát felolvassam, mert megvilágító erejű. Hankis Elemér emlékére, Vitányi Iván, olyan tudósra és gondolkozóra emlékezünk most, aki az átélt társadalmi robbanások, változások és uralmak alatt az igazságot keresve mindig megőrizte a szellem szabadságát, következetességét és mélységét, azon kevesek közé tartozott, aki tényleg eljutott az igazsághoz, mindezt nem azért tette, hogy önmagának szerezzen jólétet vagy hatalmat. Jóleső érzés ez azoknak, akik barátai közé tartozhattak, mindig meg tudtuk egymást érteni. Különösen nagyszerű idő volt, amit együtt töltöttünk a Szociológiai Intézetben. Mindig megtaláltuk a közös utat és megbecsültük a másikat. Az ő tevékenysége hatalmas területet, vagy inkább területeket fogott át, kezdetben az irodalommal foglalkozott, azután a társadalommal, végül eljutott a filozófiához. Amikor közelebbről megismerkedtünk, akkor tért át az irodalomról a társadalomra. Rögtön a közepét ragadta meg 1985-ben a két Magyarország eszméjével. Ebben foglalta össze azokat az elméleteket, amelyeket a magyarok sorsán gondolkozó nagyjaink alkottak és vallottak Berzsenyitől Széchenyin át, Kossuthon át, Ady Endrejéig és Bibóig, Erdélyi Ferencig, és a társadalom egy kisebbsége felfogta ennek igazságát. A másik, a feudalizmus kötelmeit őrző többség. Már Hajnal István megmondta, hogy minden népnek olyan a kapitalizmusa, amilyen volt a feudalizmusa.
Elemér azonban nem maradt a puszta megállapításnál, úgy vélte, hogy tenni is kell valamit. Persze nem kis akciókra, hanem a közgondolkodás megváltoztatására gondolt, később a rendszerváltás után azért hirdette meg a Találjuk ki Magyarországot mozgalmat, sajnos ekkor is kevesen értették, hogy ezt milyen széles körben gondolta. Mivel nem talált elegendő megértésre, kiterjesztette ezt a gondolatot az egész világra. A kettős polgári feudális társadalom maga a bizonytalanság. A világ különálló szférákra oszlott, a nyugati szociológusok szóhasználatával, az észak-amerikai nyugat-európai centrumra, a félperifériára és a perifériára. Mi természetesen a félperifériához tartoztunk, eddig azonban úgy látszott, hogy a bizonytalanság csak félperifériát jellemzi. A legújabb időben azonban ez megváltozott, az új fejlődés következtében a bizonytalanság megremegteti a centrumot, a félperifériát és a perifériát is. Mi történt? Én ezt a világállapot változásával szoktam jellemezni, a fogalmat Arisztotelész találta ki, a kifejezést Weltzustand Hegel. Általában eddig az őstársadalom után két világállapotot különböztettek meg, de például physis és nomos, Arisztotelész, status, naturalis és civilis, Spinoza és Rousseau, hősi és polgári világállapot, mondta Hegel, feudalizmus és kapitalizmus, Marx, folk és urban society, Redfield, Gemeinschaft és Gesellschaft, Tönnies. Az első világállapot kialakulását az őstársadalom után a prométeuszi forradalom, azaz a tűz feltalálása hozta. Arisztotelész megmondta, hogy ez majd akkor változik meg, ha az orsók maguktól fonnak. Ez bekövetkezett. Ez lett a második prométeuszi forradalom, az elmúlt évtizedeket pedig a harmadik jellemzi, az elektronika forradalma és minden, ami hozzá kapcsolódik. Ennek felismerése igen széleskörű, a nyugati irodalomban különböző nevek alatt új kapitalizmus, turbokapitalizmus, posztindustrializmus, posztmodernizmus és így tovább. De most még az átmenetnél tartunk, amelynek egyik fő vonása a bizonytalanság. Ez jelenik meg a legújabb kor nyugati irodalmában. Jody Jensen erről szóló könyvében bemutatja, hogy miként. Hibridizációnak nevezik ezt a folyamatot, még szemléletesebben koordinációnak, amely egyesíti a káoszt és a rendet. A koordináció megteremti annak lehetőségét, hogy az anyagi és szellemi javak eljussanak mindenkihez, de ugyanakkor azokat a gátakat is, amelyek ezt megakadályozzák. A társadalmi következményeket én Kant megfogalmazásának továbbvitelével szeretem jellemezni. Ő a társadalom korabeli állapotát a társiatlan társiassággal jellemezte. Azt teszem hozzá, hogy most eljutottunk a társias társiatlansághoz. Dick Howard úgy fogalmazta, hogy a mai világállapotban a hatalom kettős szerelmi viszonyban van, egyrészt a demokráciával, másrészt az autokráciával. A nyilvánosság előtt összeházasodik az egyikkel, de a másikat szereti. Hankis Elemér történelmi érdeme, hogy ő a nyugati szerzőkkel egy időben fogalmazta ezt meg azzal, hogy elérkeztünk a bizonytalanság korához, vagyis egy olyan állapothoz, amelynek nem tudjuk a folytatását. Munkacsoportunk egyetértett vele Miszlivec Ferenc, ebben a szellemben jelentette meg az eredeti válságfelhalmozás című tanulmánykötetet Elemér, ezért fordult a filozófia felé, mert úgy látta, hogy az általános emberi válsághoz érkeztünk, amelyet a gazdaság és a szociológia módszereivel nem lehet teljesen leírni. A kérdés, hogy az emberi gondolkodás a bizonytalanságot kereste, ezt szolgálták és szolgálják a vallások, a bizonytalansággal szemben, de eljutottunk ahhoz a ponthoz, amelyben el kell fogadni a bizonytalanságot, illetve meg kell keresni a bizonytalanság és bizonyosság egyensúlyát. Zseniális könyv, Hankis Elemér értékének újabb bizonyítéka. Most azonban itt nem térek ki rá, mert itt vannak a társadalomkutatók, többségben vannak, de ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Összefoglalva, az utolsó 40 év szellemi életének egyik legkiválóbb szellemiségére emlékezünk, aki legátfogóbb kérdéseket vetette fel közérthető módon. Eltűrték, de nem kapta meg azt a figyelmet, amit megérdemelt volna. A mi dolgunk, hogy folytassuk munkáját. Vitál nyilván. Nagyon röviden próbálnék átfutni egy olyan
slide-on, egy olyan PowerPoint presentation-en, amit sok kísérletünk egyikén Brüsszelben mutattunk be 2006-ban. Úgy gondoltuk, hogy azt az elképzelést, hogy Kőszegen legyen egy új típusú egyetem és kutatóközpont, az a világ elé kell tárnunk, és akkor volt erre egy lehetőségünk, illetve egymás után két alkalommal is, és Elemér egy olyan szlájdot állított össze, vagy szlájdokat, amiben összefoglalta mindazt, amit többen szerettünk volna. Nem fogom részletesen ezt bemutatni, csak egy picit betekintést enged abba a műhely munkába, amit folytattunk, és amiben éltünk, és amit tulajdonképpen soha nem adtunk föl. Tehát ora et laborare study. Így kezdődik. Participate and act. Ez már egy aktivista társadalomtudósnak a hitvallása. Megfogalmazza a kutatás területeit, mint a hagyományos disziplinákon túl a kultúra és a civilizáció és vagy a civilizáció szerepét kellett már akkor szerinte vizsgálni. Már akkor úgy láttuk, hogy a nyugati civilizáció egy nagyon mérható transformáción, változáson megy keresztül. Ugye 11-12 évvel ezelőtt volt. Itt vannak a kérdések, hanyatlás, válság, decivilizáció, hibridizáció, kreolizáció, túl jón és rosszon, hedonisztikus világ. Elemér egyik fontos kérdése volt élete végéig, ezt feszegette itt az utolsó előadását a mellettünk lévő épületben tartotta a Jakobinus Sigrai Jakabnak a róla elnevezett teremben, ahol azt kérdezgette tőlünk, akik ott ültünk körülötte karácsony előtt, hogy jobb emberek lettünk-e az alatt az egy év alatt, amit eltöltöttünk. Kőszegen én is meg fogom kérdezni itt a kollégáimtól, akik itt ülnek majd nem sokára, és hogy van-e értelme az életünknek. És ezeket a banális kérdéseket olyan megemelten tudta megkérdezni, hogy nem lehet azóta sem szabadulni tőlük. Tehát a tudásnak és a bölcsességnek egy borzasztó izgalmas keverékét hozta létre. Egy nagyon fontos felvetése volt a transzcendencia elvesztése, az értelem keresés, az értelem elvesztésének a problémája, a nagy narratívák kollapsusa, összeomlása, és még sorolhatnám, nem megyek mindenem végig. Mindannyiunkat nagyon érdekelt az, hogy a dekonstrukció után jön-e egy rekonstrukció, hogy az európai integráció megrekedése után újra tud-e indulni egy európai konstrukció, ha igen, akkor milyen eszközökkel. Lehetséges-e egy szintézis, kérdezte Elemér, a tradicionális és a kialakulóban lévő új attitűdök és értékek között, a normák és az életvezetés új vonalai között. Milyen mentalitások jellemzik az új életstratégiákat, milyen vízióink vannak a világról. Ezt egy borzasztóan fontosnak tartotta, és meggyőzően tudta elmondani, hogy az élet minden szférájában kellene tudni erre válaszolni. A tudományban, az egyetemeken ugyanúgy, mint a kormány, a társadalom, tehát a politikai élet és a társadalom élet minden szintjén. Egyik kedvenc összehasonlítása volt ugye a 10 parancsolat valamikori üzenete és a mostani világérzésünk vagy mentalitásunk között. Ezt nem kell magyarázni nagyon. Legyél szerény, szemben azzal, hogy legyél sikeres. Legyél önmegtartóztató, fogyasz. Érezd, hogy bűntudatod van, érezd magad ártatlannak. És ezeket nagyon sokszor és érzéletesen tudta elmondani. Mindezt egy új egyetemnek, egy általa posztmodern egyetemnek nevezett tematikájaként is javasolta. Tehát azt mondta, hogy lépjünk túl a disziplinákon, és ezekkel a kérdésekkel, ezeknek a kibontásával foglalkozzunk akár szociológusként, politológusként, filozófusként, közgazdászként. Nagyon értett Elemér az imidzsekhez, régi és új imidzsek összehasonlításához.
illusztrálandó az előbbieket, hogy milyenek voltunk és milyenek lettünk egy szerényen, szépen megrajzolt 17-ben konstruált autó szemben egy 21. századi autóval. Nagyon sokat beszélt a szuperindividualizmusról, az önzésnek egy szinte vallásos szintre emelkedéséről, és ezeket nagyon jól tudta érzékeltetni reklámokkal, imidzsekkel. Nem mondom végig az egész 20. századi filozófiát, ahogy ő ezt megtette volna. De hát az individualizmus végső győzelme, az emberi, a personalitás kultusza, az én mítosza és a celebek, az új istenek és istennők világa. Hát itt vannak az új istennők és az új istenek. Ezeket nagyon sokan látták, azért mutatom, egy kis nosztalgia feeling is van bennünk, mert több nyári egyetemen élveztük, és sose lehetett abba hagyni, mert olyan jók ezek az általa kiválasztott képek. Igen. Azt mondja az első, a csaj a cigivel a szájában, hogy mindent és mindenkit ott tudok hagyni, kivéve a bizsút. Az ékszereit. Igen, hát ezek magukért beszélnek. Nagyon fontos probléma volt a számára az, hogy elvesztek az értelmezési keretek. Volt az Isten, valamikor volt a történelem, amiben hittünk, a társadalom, vagy az egyén, de azt mondta, hogy most mindegyik megroppant, és ezért érezzük ezt a rettenetes nagy bizonytalanságot többek között. Változtak, az egymáshoz való viszonyuk is változott, de igazából mindegyik értelmezési keret megroppant, talán a legerősebb, ahogy itt látszik, ugye, az individuum, az egyén. Igen. Van, amit itt átugrok, és akkor rátért arra, hogy amiről szó volt már, hogy van egy konkrét feladatunk az életben, vagy konkrét feladataink vannak, találjuk ki az országunkat újra. Ahogy ezt Itányiban is kitért, hát ez nem volt túl sikeres, a politikusok kinevették, mindegyik politikai párt, nagyon emlékszem ezekre a megjegyzésekre. Ha-ha-ha, már Szent István kitalálta, minek ezt újra kitalálni, mondták szellemesen, a média nevetségesítette, vagy ignorálta. És hát elég sok beszélgetés után jutottunk el oda, hogy kicsit tágítsuk ezt ki, és eljutottunk, és ezzel szeretném befejezni, a találjuk ki Közép-Európához, ami egy, igen, Reinventing Central Europe, egy interaktív honlap volt, ami az elemér először nem annyira fogadott el, és aztán ő lett a legfantasztikusabb szerkesztője. Volt olyan rovat is, hogy elegem van, hogy elegünk van, és kerestünk olyan történeteket, amiből kiderült, hogy milyen borzalmas dolgok vesznek minket körül az utcán, vagy a rendőrséggel, nem tudom hol. És érdekes módon az ember azt hitte, azt gondoltuk, hogy ez senkit nem fog izgatni egy pár diákunkon kívül, vagy barátunkon kívül. Elkezdtek igen ismert figurák bekapcsolódni, az EU-s nagykövetek. Itt láthatják a fotóját Michael Lake-nek, aki hosszan volt Magyarország EU nagykövete, Thomas Glasernek, ő rövidebb ideig volt. Itt van a társadalomtudósok, Philipp Schmitter, aki itt van körünkben, Philipp talán fölébred, de here you are. És a dolog mozgott, tehát ért. Rövid cikkeket tudtunk publikálni, erre mások reagáltak, csodával határos dolog volt, és volt egy üzleti kör, a Kárpátia alapítvány, azt hiszem, bizniszmenek, akiknek ez tetszett, és ők ezt támogatták, de elkesedésük elfogyott, nekünk, mi nem tudtunk akkor még kollektív sorossá válni, és nem tudtuk folytatni a honlapot, de most sem vagyunk azok még, de talán most sikerül, és úgy gondolom a tegnapi, meg a korábbi tapasztalatainkból, hogy tényleg lassan át kell vonszolnunk magunkat a Gutenberg galaxisból, a Zuckerberg galaxisból, hogy legalábbis félúton vagyunk, hogy könyveket is szeretünk a párnánk alá tenni, meg ágyba vinni, de hogy a tegnapi példa mutatja, hogy 2100-an követték ezt a hosszú beszélgetést Közép-Európáról. Azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne ezt a nagyon tradicionális műhelymunkát, ami
pótolhatatlan és borzasztóan fontos mindenkinek, hogy lássuk egymást, vitatkozzunk, nem értünk egyet, utána egyetértünk, megint összeveszünk, de látjuk egymást, és érezzük a body language-et, a mozdulatoknak a fontossága velünk van. Hogyan lehet összekapcsolni egy sokkal-sokkal tágabb hatékonysággal, az akciórádiuszunkat kiterjeszteni? Ez igaz arra a mozgalomra is, amit 5-6 éve intottunk el, ez a kreatív város, ami tulajdonképpen szerencsére megértésre talált a kormányzatnál is, és kőszeg elkezdett egy ilyen craft projekten belül tevékenykedni, hogy ne csak néhány épületet kapjon vissza a város, ami csodálatos, ugye nagyon szép, erős tér, ez kisugárzása van, hanem aki bejön ide, az megtanulhassa, hogy mit lát. A legnagyobb baj ezekkel a városokkal, hogy nem tudjuk, hogy hol vagyunk, nagyon szép az épület, nézzük, semmi nincs kiírva, megiszunk egy pohár volt, kettőt, sétálunk, megint eszünk valamit, és elmegyünk. De hogyha meg tudunk állni, majd ez biztos lesz szó a következőkben, ha meg tudunk állni egy épület előtt, és van egy olyan mobil applikáció, amit letöltve 5 nyelven minden magyarázatot megkapunk belőle, akkor egészen más a helyzet. És így gondoljuk azt a koncepciót is, hogy jövő egyetem, hogy az egyetem ugorjon ki a saját dobozából. Tehát abban, hogy itt 20, 30 vagy 50 vagy 1400 ember jól érzi magát, bezárva, ez már nem működik. Ha nem tudja a tudást átadni, ha nem tud beszívni tudást kívülről, nem tud kommunikálni, ez már nem működik, és nálunk sokkal nagyobb és gazdagabb egyetemek esetében sem, nem csak Magyarországon. Outdated, azt lehetne mondani. Hogy ennek technikái vannak, akkor biztos vagyok, ez nem csak akarat kérdés, hogy hát osszuk meg a tudást, ezeket a nagyon lassan kiadott, szerkesztett könyveket, amiket mi nagyon szeretünk, ezeket muszáj, hogy kiegészítse ez a hihetetlen gyors, hiper, szuper gyors technika, amivel ugye tegnap is dolgoztunk. Tehát amíg abból könyv lesz, hogy itt 8-an vagy 10-en tegnap itt beszéltek, megszerkesztjük, kiadjuk, addig legalább egy fél év, de inkább egy év fog eltelni. De tegnap már ezt élő egyenesben kapták az emberek. Tehát ebben is gondolkodott Elemér, amikor a Postmodern Egyetemről beszéltünk. Elnézést, hosszabb voltam, de a rosszban volt egy kis jó, hogy többen visszamondták, hogy nem tudtak eljönni, kicsit több időnk maradt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattam.